témán jelentkezem nektek, ami nagyon sokatokat érint, ugyanis most voltak a felvételek, és nagyon sokan sulit váltatok. És gondoltam, elmondom a tapasztalataimat ezekről, mivel már én is átmentem ezen kétszer is. Emlékszem, hogy én is nagyon-nagyon izgultam, állandóan YouTube videókat néztem, gyakori kérdésen olvasgattam erről, és kérdeztem más barátaimat is erről, akik esetleg akkor váltottak sulit, hogy milyen iskolát váltani. Teljesen ki voltam készülve. De utána mindig rájöttem, hogy fölöslegesen izgultam, ugyanis mindig minden jól alakult a mindkét esetben. Újak a tanárok, ugye, újak a diákok, és az egész helyszín maga új lesz teljesen. De ugye ebből a legkényesebb téma az nyilván a beilleszkedés, hogy kikkel fogom barátkozni. Én is ezen paráztam a legjobban. Van kétféle szituáció ebben a beilleszkedés témában. Ugyanis van, amikor teljesen új osztályba kerülsz, ahol mindenki új, és van olyan szituáció, amikor már ugye régi osztályba keveredsz bele, az nyilván egy kicsit nehezebb, de ugyanúgy be fogsz illeszkedni, ahogy a teljesen új osztályba. A nehezebb helyzettel kezdtem. Én ugye általános iskola második osztályából kerültem át harmadik osztályba, és az ugye már egy régi osztály volt, összeszokott osztály, és ott nagyon-nagyon izgultam. De annyi volt, hogy bementem első nap, és konkrétan mindenki, szinte mindenki odajött hozzám beszélgetni és ismerkedni, szóval szinte nekem nem is kellett semmit csinálnom, mert rögtön jöttek és érdeklődtek felőlem. De ezen a téren is két lehetőséged van, esetleg, hogyha vannak más újak, akkor azokkal elkezdesz kommunikálni, ugye beszélgetni, barátkozni, vagy akár ugye a régiekhez is oda mehetsz, de az kicsit nehezebb, de olyan tapasztalatom még nem volt, hogy a régi emberek ne jöttek volna oda, és kezdtek volna el kérdezősködni, és kitagadták volna az új embert az osztályból. Úgyhogy emiatt sikerült izgulni. Mivel már általános iskolában is klikkesedések voltak, ugye először belekerültem egy baráti társaságba, de ott nem nagyon éreztem jól magamat, és onnan átkerültem egy másikba, és azzal a baráti társasággal egész általános iskolán keresztül barátkoztam, és velük voltam végig. És még annyit szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban, hogy eleinte ugye azzal a baráti társasággal, akivel elkezdtem így komolyabban barátkozni, ott eleinte éreztem egy kicsit, hogy új vagyok, de egy pár hónappal később már teljesen ugyanolyan volt, mint hogyha már évek óta ismerném őket, és teljesen beilleszkedtem. Úgyhogy ha esetleg ezt érzitek, hogy még nem vagytok teljesen a társaság tagja, akkor ne jegyetek meg, mert ez teljesen normális. Ugye nekem sokkal nehezebb volt átkerülni általános iskolából gimnáziumba, mivel egy megszokott közegből kerültem át egy teljesen új közegbe. És emlékszem, amikor felvételiztem, ott többen is felvételiztünk, de legtöbben, akik rajtam kívül felvételiztek, azok tudták, hogy nem fognak elmenni abból az iskolában, mert annak az iskolának volt egy ilyen gimnázium része is. De én viszont tudtam, hogy én el szeretnék onnan kerülni, és másik iskolába szeretnék menni. Úgyhogy nekem a felvételi nagyon-nagyon nehéz volt. Ugye nyilván azoknak könnyebb volt, akik tudták, hogy ott maradnak, mert nekik nem volt fontos annyira az eredmény, mint nekem, ugye, aki el akar kerülni onnan, akinek kellenek a jó pontszámok. Ezen kívül attól is féltem, hogy ugye az iskolában, amiben most átkerültem, az egy 12 évfolyamos iskola, és ugye általános iskolából rengetegen átkerültek oda a gimnáziumba, és attól féltem, hogy egy teljesen megszokott osztály fog ott is megjelenni. De kiderült, hogy nem kellett volna ettől félnem, mivel az általános iskolában 8 ember került át, akik ugye eleve össze voltak szokva, és az összes többi ember teljesen új volt, úgyhogy könnyebb volt beilleszkedni, mint gondoltam. Mikor kiderült, hogy felvettek a gimnáziumba, akkor kezdtem el izgulni igazán, úgy teljesen, és elkezdtem kérdezgetni barátnőimet, elkezdtem olvasgatni interneten, elkezdtem kérdezgetni anyukámat, hogy mi lesz, és hogyan fogok beilleszkedni.
És mindig azt mondta, hogy emiatt, főleg anyukám, hogy emiatt nem kell izgulnom, mert úgyis nagyon könnyen be fogok illeszkedni. Mindenki ugyanúgy izgul, ahogy én, úgyhogy csak annyi a dolgom, hogy nem parázom túl, és én leszek az, aki oda megy és elkezd beszélgetni. És én egyszerű témakörök, mivel senki nem ismer senkit, ugye annyit megkérdezel, hogy melyik suliból jött, mondjuk milyen test, vagy vannak-e testvérei, mit sportol, ilyen egyszerű témakörök, mivel ugye semmit nem tudunk még egymásról. És hát utána végül is így is lett, amikor én bementem, hogy rögtön elkezdtem beszélgetni az ottani emberekkel, és elkezdtem kérdezgetni őket, hogy mi suliból jöttek, és ebből jöttek ugye folyamatosan a témák, és így is alakultak ugye a barátságok. Internetről és YouTube-ról csak annyit derítettem ki, hogy mindenki ugyanúgy izgul, mint én izgultam, és ugye az ott nekem egy nagyon nagy támogatás volt, úgymond, mert ugye a sulimból a barátnőim nem tudtak így támogatni, mivel én voltam az egyetlen, aki úgy elment az iskolából. És azért is volt nehezebb így gimnáziumba átmenni, mivel ugye régebben így nem agyaltam annyira ezeken a dolgokon, hogy milyen lesz úristen sulit váltani, és hogy mennyire nehéz lesz ugye barátkozni. És ahogy így egyre nagyobb leszel ugye, egyre többet agyalsz ezeken, és egyre többet gondolsz ezekre a dolgokra, és ezért sokkal nehezebb később sulit váltani. És végül így is lett, amikor először elmentem abba a suliba, ott rögtön oda mentem az emberekhez, elkezdtem beszélgetni, és utána egyre több ember ott csatlakozott, és elkezdtünk teljesen így beszélgetni, és első sulinak végén már hívtam is anyukámat, hogy beszeretnék ülni néhány új osztálytársammal egy gyors étterembe beszélgetni. És hát anyukám ugye elengedett, és elmentünk, és nagyon sokat nevettünk, és csomót beszélgettünk, nagyon-nagyon jó volt. És utána persze rájöttem, hogy teljesen fölösleges volt izgulni, ugyanis nagyon könnyen kialakultak az új baráti kapcsolatok. Az a 8 ember, aki ugye általános iskolában jött át, ott különböző klikkekben voltak, és ugye ők sem voltak itt teljesen összeszokva. És ugye ők is most már külön-külön baráti társaságokban vannak. És most már az egész osztály olyan, mint hogyha évek óta ismernénk egymást, és teljesen összeszoktunk. Most is hétvégén megyek a barátaimmal pizsama partira, úgyhogy nagyon várom. A lényeg, hogy ne izguljatok, és mindenképp tegyétek meg az első lépést, mert onnantól kezdve ez a feszültség elúszik. Remélem, sokat segítettem ezzel a videóval, és azt is remélem, hogy ezek után nem fogtok annyira izgulni. Iskolával kapcsolatos videók még lesznek, úgyhogy lájkoljatok, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban.